Akik beléptek az eszi sportcsarnokba, azok első pillanatban azt hihették, a vadnyugatra tévedtek. A western csizmában és cowboy kalapban táncolók sokasága a country zenére csak úgy ropta. Kellemes látványt nyújtottak az összeöltözött együtt táncoló csapatok, volt, hogy több is egyszerre, többségében azonban hölgyek. Tolna megyében a csámpai Country Road Club volt az első line dance táncsoport, mely 12 éve alakult Dobai Györfi Orsolya szárnyai alatt. Ő tanítja az alaplépéseket, a táncokat, a koreográfiákat. Mint mesélte, eleinte feljárt Budapestre, ő maga is megtanulni a táncot, és úgy adta tovább a csoportban. Az első vidéki fesztivált izgatottan várták a főszervezők. Nagyon boldogok voltunk ma, amikor özönlöttek az emberek tulajdonképpen, és 15 csapat jelentkezett bemutatóra. A táncversenyre jelentkezők számát nem tudom, az olyan 10 körül van. És ugye az az egésznek a lényege, hogy megmutatja mindenki, hogy mit tud, megmutatja a legújabb fellépő ruháját, és akkor ilyen táncbemutatók vannak, közben koncertek, 3 zenekart hívtunk, Kalocsáról, Nyíregyházáról és Budapestről. A táncosokat is el kell mondanom, hogy Szeged, Tatabánya, Nyíregyháza, és a megyéből is most már több van, mi voltunk ugye az elsők, de például van egy kis testvérünk Györkönyben, őket mi nevelgettük, és őket is Dobai Györfi Orsolya tanítja, és Szekszárdon is működik most már 2 csoport, és ugye nem Tolna megye, de például már Vajtán is van, tehát futótűzként terjed a line dance szeretete. Ismerkedtek meg ezzel a tánccal, 15 lakunk vesz részt ebbe, mert nagyon fontos nálunk a mozgás és a zeneterápia, és több mindent kipróbáltak már, de ez a táncfajta, ez nagyon lelkesek, tehát ezt nagyon szeretik csinálni. Néha változik a létszám, de ez elég stabil egy csapat és összeszokott csapat. Most először szereplünk az ilyen rendezvényen, ez az első alkalom. Hát bízunk benne a továbbiakban, és majd föl tudunk lépni, és bővíteni tudjuk nekik a tánclépéseket. Ergeteges bulit csaptak, a vadnyugati hangulat késő estig kitartott. A rendező csámpai Country Road Club tagjai kitettek magukért az első vidéki fesztiválon, melyet több is követ majd. Jó kis közösség az Orsi vezetésével, és azért nagyon szerettünk vele együtt mozogni. A koreográfiákat, azokat mindig ő tanította be nekünk, és akkor ott közösen másfélre gyakoroltunk. És amikor összejöttünk egy nagyobb fesztiválon, rendezvényen, akkor ott ezeket előadtuk, és mivel az országban sokszor ugyanazokat a koreográfiákat tanulták meg, akkor egy adott táncra, mint például a Country Road, azt mindenki ismeri, ugyanazokat a lépéseket táncoljuk. Nem egyszerű, vannak egyszerűbb, és vannak sokkal bonyolultabb lépések, meg koreográfiák, de türelemmel, sok gyakorlással meg lehet csinálni. Úgyhogy nagyon szerettem azt a néhány évet, amit köztük töltöttem, és velük.